Jó. Az korrekt, gyerekek, így kell egy pohár sört meginni 20 órát. Elnézést. Na, jó van, ez meg volt. Vegyetek fölös bögrét, ilyen jókat fogtok büfizni tőle, mint én. Csak mondanánk, hogy van. Már van. Már kapható. Jegyeket, bögrék már kaphatok. Igen, szóval elkészültünk a merch-el, legalábbis ezzel a részével. Ezt gyorsan elmondjuk az elején. Itt szeretnénk megköszönni. Várjál már. Igen, mondjad. Nézd már utána, légy szíves. Minek? Hát minek, bazd meg? Hát honnan tudjuk? Kitől kaptuk? Kitől? Vettük, bazd meg. Nem kaptuk, nem igaz. Vettük. Nem igaz, hogy vettük. Nem. Kerek 140 forinté! Nem? Vagy de? Nem tudom. Nem tudom. Honnan tudja? Mindjárt megnézem, addig beszélj valamit. Limitált példányszám van belőle. Egyelőre, úgyhogy... de majd lesz még. Ha van rá igény, akkor nyilvánvalóan lesz még. Vagy ezt fordítva szokták, hogy lesz, és akkor majd kiderül, hogy van-e rá igény. Mindegy, van, az biztos. Úgyhogy... némi támogatásért cserébe tudjuk majd postázni, ez kin lesz majd rakva rendesen, hogy mennyi, és hogy tudjátok beszerezni, és cserébe nem is kell leszopni senkit, meg ilyenek, úgyhogy nagyon jó fejek próbálunk lenni. Így van, és Korcsok Gábor Korinak köszönjük, ja, igen. Nagyon szépen. Ő csinálta ezt a remekbe szabott karikatúrát rólunk. A karikatúra szó egyébként hogy alakult ki, ezt azért megkérdezni. Ugye? Szerintem a kerékpározás az biztos van valami közben. Majd meg fogjuk osztani egyébként ezt a képet mindenképpen. Illetve az oldalát is, hogy hol tudtok tőle rendelni ilyen remek mintákat, ha szeretnétek. Van törpik! Nagyon hálásak vagyunk még egyszer, úgyhogy ígyünk az ő egészségére is, ha már elkészül. Póló is lesz hamarosan, de még nincs. Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok! Ő itt Sárki. Ez pedig itt a fülelő. Na és akkor huszárosan váltunk egy hangvételt. De valami irgalmatlanul gyorsan. Igen. Ugyanis a szokásos fekete rovatot most ugye egy ismerőssel. Még ha csak távoli, de mégis rokon szakma, és mégis úttörő, és mégis ismerőssel igen, kell igen. Kezdenünk. Ugye Lénár Laciról van szó, aki ugye a Hammernál volt az Atya Úristen itt Magyarországon, és... Hát ugye az egyik Atya Úristen, ugye a Lászlóknak a... Igen. A két László egyike. Igen. Akik nélkül nem lenne ma rock újságírás, vagy legalábbis nem ebben a formában a Magyarországon. Így van, így van. Úgyhogy mi is belőlük nőttünk ki. Lényeg, meg rajtuk nőttünk fel. Igen. És hát jött a hír, hogy... Hirtelen súlyos betegséget. Igen. Követően... 57 éves igen, volt, igen, azt hiszem. Igen, azt hiszem, hogy igen, így 50-es évei végén, de basszus. Nekem mindig egyébként az ő írásai tetszettek a legjobban. Persze. Mert most nyilván nem azért mondom, hanem tényleg. Tehát, és kurva jó stílusban írt. Igen. És nekem van egyébként vele minimális személyes kapcsolatom is. Mert annó, amikor a Carbon Music létezett, egy kb. 9-10 évvel ezelőtt, és a Deep Purple Családfa koncertjén jártunk, akkor ránk írt, és hatalmas tisztelettel, meg udvariasan megkérdezte, hogy felhasználhatja a beszámolót a labba. Én mondtam neki, hogy hát mi vagyunk megtisztelve, mert régi olvasók vagyunk, és tényleg. Tehát... Egyértelmű. Úgyhogy... Nem tudom, hogy hogyan tovább, biztos fog menni valahogyan, ő is ezt akarná, hogy a lap, meg az egész birodalom, amit kiépítettek a cselővel,
de egész biztos, hogy a magyar rock élet, a magyar rock szakma szegényebb lett egy elképesztő figurával, egy élő rock lexikonnal, aki mindenhol ott volt, mindenben képbe volt tényleg, tehát mindig képes volt friss szemléletet adni az újságnak, és azért is lehettek azok itthon szerintem, meg ezért lehetett a Laci az, aki. És egy olyan űrt hagyott, nem tudom, hogy mindig nehéz erről beszélni, mert hogyha távolból is, de mind a ketten felnéztünk azért rá, és valamilyen szinten mentora volt minden egyes magyar rock újságírónak, aki 86 után tollat fogott a kezébe, és ezzel a műfajjal kezdett foglalkozni. Így van. Úgyhogy nyugodjék békében. Rest in peace. Így van. És hát természetesen, most már sajnos azt kell mondanom, így a 600. friss előben, amit mindig egy csomó halálhírrel kezdünk, hogy természetesen nem csak ő. Igen, nem ment egyedül ő sem. Itt van még nekünk Bob Heathcote, aki a Suicidal Tendencies-nek volt a basszusgitárosa. Ő ugye mindössze egyetlen lemezen, de azon a lemezen, ami elkezdte őket lökni a siker felé. Igen. Egyébként kurva jó címe van annak a lemeznek, és még hogyha amúgy nem is hallgatok Suicidal Tendencies, de How Will I Love Tomorrow When I Can't Even Smile Today? Ez egyébként egy kurva jó cím szerintem. Ez a hogy fog nevetni holnap, hogyha ma egyáltalán nem vagyok képes mosolyogni? Aha, így van, így van. És igen, és ez tényleg jó, ez tényleg. És ma pont annyira aktuális, mint 88-ban volt. Ez mindig aktuális maradt, persze. Igen. Igen. És egy motorbalesetben, tehát ezek az elkerülhető dolgok, tehát hogy... Hát, igen. Valamilyen szinten. Igen. Ilyenkor mindig eszembe jut a Suicide Silence. Mitch Lucker, igen. Hogy... Ők is még mire vihették volna. Na mindegy, szóval ő is egyértelműen nyugodjon békében. És ne feledkezzünk meg a... Csak hogy még ugye folytassuk ezt, mert néha azt érzem, hogy nem elégszik meg halálmester azzal, hogy így egyesével vigye, hanem hogy így marokkal belenyúl, aztán akit él, azt elragadja. Az Onslaught-nak a torka Steve Grimmett is elhunyt 62 éves korában. Váratlanul következett be úgymond maga a haláleset, de Grimmett évek óta küzdött súlyos egészségügyi gondokkal, például olyan diabétesze volt, amivel összefüggésben a lábát is részlegesen amputálni kellett. Igen. tehát azért lehet, voltak már előjelek, hogy nincs jó állapotban, de ennek dacára még a legutolsó időkben is turnézott még. Tehát például a színpadon állt úgy már az amputáció után is. Így van. És nem tudom, tehát, hogy... És elvileg most is tervezgette azt, hogy hogyan fog a Covid éra után visszatérni. Uh-huh. Igen. Ami más se következik be sajnos. Ja. Menjünk valami vidámabbra, én azt mondom. Menjünk a koncertbejelentésekre szerintem, mert most itt megint mindig megborulunk az elején. Igen. Aztán innen kell visszahozzuk magunkat. Ja, úgyhogy menjünk neki. Akkor neki is látok szerintem. Ó, bocsánat, tényleg minden blokk elején kicsi. Biztos, hogy látsz? Az a neki látok tőled, ez... Jaj, de nagyon jó. Nagyon picik a betűk, várj. Jaj, ugye? De jó. Nem, ezeket ekkorában egyébként még el tudom olvasni. Ja, majd, hogyha a bögrékből kurva sok pénzt keresünk, akkor egy kivetítőt oda a falra majd szerzünk. Vagy egy ilyen nagyító sínt ide a monitor elé, és akkor... vagy van az a ilyen nagyítós tükör. Á, az a borotválkozós. Á, az csak nem tükörformában, ekkora nagyítót így ide rakunk majd. És... Azt mondtam. Úgy. Na szóval... Igaz, hogy engem kurvára fog zavarni, de túlélem. Jaj már.
Na szóval, még talán időbe kijön a friss elő ahhoz, remélhetőleg, tehát most szerdán vesszük föl, még a héten. Csak kijön. Igen, tehát remélhetőleg kijön. Ugyanis 23-án a Robotban lesz egy Shapes of Abomination. A többieket én nem ismerem, tehát a én már őket sem. Hiperdontia és a Sheptage című zenekarokat én nem ismerem, megmondom őszintén. Így és sem. Meg szerintem így tise, de most alsó brupiniasan ejtettem. Igen, de a Shapes of Abomination az eléggé kőkemény. Úgyhogy őket tudom ajánlani szívből, hogyha valaki egy kis mocsokra vágyik, az mindenképpen ruházzon be. És nagyon jó, hogy a Robot bevállal ilyeneket. Nagyon királyság. Én ennek tudok örülni. Aztán mi lesz még, kérlek? Hát lesz kérlek szépen egy jó ateiszt buli. 0906 Barba Negra. Nem tudom, hogy track vagy... Hát, az vagy what kind of, mert igazából szeptember elején még maximálisan kétesélyes. Igen. De a lényeg az, hogy az ateisztéket a Suicidal Angels és az Abyss Madone fogja elkísérni. Akiket szintén nem ismerünk valamilyen igen, hát az ateiszt ugye, jó, hát ugye ezt... referencia a minőségi zenére, tehát igazából itt a név említése elég arra, hogy az extrém, de technikás zenék nagy barátai már tolongjanak a pénztárnál. Jaj, de szépen mondtad. Köszönöm. Elvileg most a barbában volt a Lamb of God meg a Gojira, ugye? Igen. Biztos nem lesznek annyian, hogy megint ilyen 40-60 perceket kelljen várni egy kannasörért. Igen. Mint ahogy most állítólag így volt, de... És itt egyébként a Völgyesit azért megidézném, hogy szóljál már Muternak, dobjon le Gojira pénzt. Tehát, hogy én annál a kiírásánál valamiért kirektelt az agyam, és azóta... Mi volt, én lemaradtam úgy. Hát volt Gojirán, aztán utána szimplán ezt így kiírt a Facebookra, tehát, hogy... Ja. Igen, mi nem voltunk sajnos Gojirán, pedig szóval akartunk, ne? Szóljál, nyakadjon pénzt. Na mindegy... Igen, tehát lesz ateiszt, az a lényeg. Lesz. Azon se leszünk minden bizonnyal, de... Azon valószínűleg nem. Ellenben... Miért te a projekt fel a Better Dream visszatérő bulián leszel? Nem tudom, de gondolkodom rajta, ugyanis a srácok azért így 6-8-10 évvel ezelőtt a Pesti Undergroundnak a meghatározó metalcore bandája voltak. Nem kis részben egyébként a Mosmadárnak, meg nem tudom miket csinált az énekes a színpadon, meg egy crapcore, meg nem. Tehát... Jeez! Igen, és volt egy koncert felvételük elejétől a végéig, azt nem tudom, hogy hol vették föl, és akkor mi voltunk a Better for a Better Dream, tehát hogy azért még ilyenek is előfordultak, de ettől függetlenül én így próbálom követni a srácoknak a munkásságát, és most ugye ők el voltak tűnve, de már jött ki azóta EP-jük, meg így visszatértek, és a visszatérő buli az meg szeptember 8-án lesz a Dürerben, és a Flout, a Before the Last Breath és a Chinese Boxing lesznek az előzenekarok. Na őket se ismerjük, ezt a hármat. Tehát én mindig meg vagyok egyébként lepődve, hogy amikor egy relatíve nagyobb magyar... Undergroundban kicsit nagyobb magyar zenekar maga elé vesz olyan zenekarokat, büdös életben nem hallottam róla úgy, hogy mi napi szinten beleássuk magunkat. Még itt hívjanak a Subit, bazd meg, tehát... Nyilván, hogy nem a Subit. Hát érted, hát nyilván. De mit tudom én például, akik így velük együtt mozogtak anno ilyen Inhale Me például, ők is nemrég jöttek vissza, tehát hogy így... Őket is csak azért tudom, ja. Igen, mert őket is csak a Project for a Better Dream-et csak névről tudom. Tehát, ja, Amúgy nekem ők már nagyon nincsenek meg, tehát én már ekkoriban elvesztett, ugye én... Mikor voltak ők? Nagyjából. Ez egy 10 évvel ezelőtt? Kb. Nem tudom, hogy nem találkoztam a zenéjükkel, de a nevükkel igen. A nevükkel biztos, hogy igen. Ja. Hát ők sipákolós metalkor. Tehát ott nagyon nem volt semmi dallam. Tehát akkor lehet, hogy azért. Nem. Igen. Igen, igen. Na de! Hát szülinapom után egy nappal. Innen tessék be azonos, de átomot velem mondom.
Itt saját magadat kicsit tökörrúgtad, de se baj. Nem baj, hát miért? Hát, hogy nem mondod el, de én ja, de jó, kiírod a dátumot mindenképpen oda vagy oda. Igen. Nem tudjuk, hogy hol fér ki, valahova kiírjuk. Lesz Vola. Tehát akit a tavalyi lemez, az meg ott oda tesszük fel, hogy mit mondtunk a Vola lemezről, tehát akinek tetszett. Mindenképp zarándok jön el az A38 Sipre. Artemovsk. Így van. Mert azért igaz, hogy már van Porcupine Tree, de azért nézzük meg a Volát, aki volt olyan kedves betölteni az űrt, amíg nem volt. Előzenekar az Ausztrál Voyager és az USA beli Four Stroke Baron. Akiket ismerjük. De a Volát igen, és tudjuk ajánlani, merjük ajánlani a bulit, mert a Vola az kurva jó. Így van. Ez csak bólogatni igen, tudok. Igen, tehát ez nem lehet mit hozzáfűzni. Ahogy a The Ocean is kurva jó. Így van, és október 1-én ők beveszik majd az akváriumot. Az, hogy kis vagy nagy terem, azt most nem tudom így fejből, mert nem volt odaírva. De nem baj. Az a lényeg, hogy nem is így találtam a bulira, hogy The Ocean, hanem hogy valaki kiírta, hogy jön az LLNN című zenekar, és így... Akik egy dán tököm tudja kisadák egyébként. Mondom, jó, és... Tehát, hogy így fogalmam nincsen. Belehallgattam, és így megyek az Ocean-re inkább. De nyilván ez kinek hogy. De lesz még például Playgrounded, akiket szintén nem ismerünk. Hát a görög-holland hibrid nemzetiségi csapat, ahogy így nézem. De lehet, hogy a Ocean-t is felhívod oda, ha még kifér. Ha lesz fontosabb, akkor nem fér ki, de mindegy. Igen, ilyen 10.-12. percben, ha még kifér, akkor... Nem, hát ugye a későbbiekben is lehet, hogy lesz még fontosabb. Lehet, tehát, hogy lehet, hogyha valamit el fogunk engedni, akkor az Ocean vagy a Vola lesz az. Igen. De Ocean-re is. Tehát Robin Stepszék mindig basznak élőben, az biztos. És Zsenik. Az bizony. Ahogy a Cult of Luna is, Zsenik. Ahogy a Cult of Luna is, így van. Október 17. Dürerkert. Jön még a Caspian és a Birds in Row. Én egyébként rájuk inkább mennék, mert ők nagyon királyok. Akartam mondani, hogy kellene mondanunk, hogy őket se ismerjük, de ezek de szerintem... Mert ők amúgy hazajárnak, tehát elég sokszor. Ahogy én láttam, most vagy kurva sokszor volt elhalasztva a buliuk, vagy tényleg sokszor jöttek, ezt most meg nem mondom. De egyszer voltak a Dürerbe, akkor azt hiszem voltam rajtuk, úgyhogy ők királyok, úgyhogy ezt tudom ajánlani. Ez a te zsánered per szénát, tehát... Szalmád? Szalmám. Igen. Szalma Józsi. Mennyire kemény volt a... Emlékszel a hajára? Persze, hogy itt emlékszem. De aki nem vágja, a tatabánya bal hátvéd. Kopasz, idáig. Innen, meg eddig ér. Hát középig körülbelül. Tehát nagyon durva. Nagyon durván nézett ki az ember. Igen. És egy magyar szinten jó bal hátvédnek számít. Igen. Na aztán lesz itt nekünk poposkodás. Ugyanis poposkodjál. Ocean Grove lesz a Dürer kertben október 30-e. Legalábbis az a baj, hogy most azóta meg, mintha én szeptember 30-re emlékeznék, de október 30-at írtam föl, tehát valószínű, mert amikor fölírtam, akkor így előttem volt az esemény, tehát valószínű a akkor... A kiírás ne... vagy itt vagy ott, biztos, hogy jobb lesz. Így van, azt majd újra konfirmálom önmagamat, de az biztos, hogy jön az Ocean Grove, és ők meg királyak, úgyhogy őket szintén tudom ajánlani, és őket meg még nem láttam, úgyhogy őket szeretném meg. És a Füledős Bögre is király, nem tudom, mondtuk-e már. És tudod, mi király még? Az, aki verem vele a fogam, egész biztos. Az nagyon jó, de ott azt mondanám, hogy ott a lemez, hogyha még kifér, ugye? Hát arra is igazából neked fog meredni a pöcerő, tehát de nekem annyira nem. Ugyanis jövőre, február 9-én, majdnem egyébként egy évvel a lemez megjelenése után, Rollo Tomassi lesz a Dürer kertben, akiket ugye már volt szerencsém látni a parkban. De itt ez egy sokkal meghittebb, és ugye ők a fő banda, úgyhogy erre nagyon mindenképpen ott kell. Ez nagyon... Felhúzzák a Rolót. Csokis Rolót eszek közben. Jó van, menjünk tovább, gyerekek! Menjünk tovább! Menjünk tovább, mert van még. Hajjaj! Hajjaj!
ezt kérlek hadd kezdjem úgy, hogy mikor ez a hír napvilágot látott itt a minap, akkor így írtam itt a dobos és a basszusgitáros kollégának, akiknek 2020 eleje óta a zsebükben van a visszatérő Rage Against the Machine koncertre a jegy, azt hiszem Bécsbe, vagy hova. Na hát idén se lesz. Nem. És ennek kapcsán szögezzük le, ha már így kezdted, hogy ez még mindig nem az én dobcuccom, srácok. Ja, igen, ez nem nagyon a fontos, nagyon fontos. Szóval, hogy az van, hogy ugye a Zac de la Rocha lábsérülése miatt még egy-két koncertet megtartanak az USA-ban. Most kezdték el egyébként a visszatérő turnét, így 2 év csúsztatás után, de már meg is kell szakítani, és konkrétan az augusztus-szeptemberi EU-s kört azt így törlik a picsába, mert hogy a de la Rocha-nak... Rocha? Rocha? Szerintem Rocha, de mi lett vele? Megsérült valami helyen nekem csillagos tüntetésen? Vagy mi a faszom? Én nem tudom, hogy mi történhetett, hölgyeim és uraim. De az biztos, hogy a most megtartott egy-két koncert után ő visszamegy haza, azt ott is marad. És úgy döntöttek akkor, hogy a turnét inkább még napolják egy évet, mert ha már 2 éve napolva van, akkor már egy még belefér. Nem akarja az Isten se, hogy a kommunisták visszatérjenek, de hát ez... Így van. Hát most mindegy. Így, azt mondja, szeptember 13 lett volna Bécsben, 17 Zágráb és 19 Prága. Prágai tavasz. De végül Prágai nem. Ja. De végül nem. De végül nem, így van, nagyon fontos, hogy végül nem. Úgyhogy akinek már megvan 2020 óta a jegye, az várjon tovább. Igen, mondtam a srácoknak is, hogy azért valami ilyen bugyiba dugják bele valami, mert még a végén elkezd porladni lassan az a jegy. Évek óta állod, bazd meg. Gyerek összevágja ólóval, vagy ilyesmi, kutya megeszi, az kiszarja, és akkor hogy bajosan váltják vissza egy irodák, hogy így erre van. Figyeljünk. Na de! Ami lesz. Ami lesz viszont. Nem, jövő május messze van azért, úgyhogy még ne ígyunk a kákára csomót. Így van, de... meg hát Ozinál ki tudja. Igen, Ozinál ki tudja, hogy éle még addig, meg mit tudom én, de a lényeg az, hogy a Judas Priest lesz Ozzy Osbourne előzenekara. Mondhatjuk, hogy Halford visszaadja a kölcsönt 92-ért. Jaj, de gyönyörű. Ugye, amikor kisegítette a klasszik Black Sabbathot Ozzy Osbourne búcsú turnéján, ugye a Judas Priest néhány hete önálló, vagy néhány hónapja önálló bulin is fellépett Magyarországon. Hete, szerintem. Hete? Azt mondod? Ne, nem, tudja, figyelj, fasz tudja, mikor kerül ez ki, fasz tudja, még nem tudom. Tehát mi mindig időhúrokban vagyunk, de a lényeg az, hogy a néhány hét is lehet néhány hónap. Tehát... Így van, így van. Ugye Pap László Sportaréna 2023. május 17, ez amit tudni kell. Júliusban voltak olyan pár hete, igen. És addig valószínűleg új stúdiólemezzel is jelentkeznek majd Robi bácsiék. Hát meg ugye az Ozzy is most jön 9. hó 9-én a Passion Number 9. De mi minden jön még szeptemberben, te Jézus Isten! Szeptember 9-én gyakorlatilag egy 120 olyan lemezt szabadít ránk a rock metal világ, hogy valószínűleg még januárban is azokból fogunk szemezgetni, hogy miről beszéljünk, de engedjétek el, és majd mindenről lesz. És még restanciánk is van, Gessz. Így. Ugorjunk, mert ebből jön magam. Így van, menjünk tovább. Szóval rekordidő alatt elfogyott 80 ezer darab jegy a 2023-as Wacken Open Air fesztiválra. Igen. Értjük, hogy ez így a legnagyobb metal fesztivál, meg mit tudom én, de hogy ilyen nem hogy a fesztivál történetében, de más fesztivál történetében se volt még, hogy órák, 6 óra alatt 80 ezer jegyet úgy, hogy bejelentettek 8 nevet. Vagy mennyit. És ennyi. Jó, de basz meg, tehát igazából még a, nem tudom, a néhány név között még nem is feltétlen az etalonok. Tehát Iron Maiden, Megadeth, mondjuk Ginger, Virtus. Hát a Dropkick Murphys azért vonza az ember. Az Enziferum is. Enziferum, D-Side. Ja. Nervosa. Hát, határeset. Ja, a Pentagram, ha még elélnek ők is odáig.
Na mindegy, de egyébként ennyi. És így 6 óra hús. Tehát, hogyha éjszakás után aludtál, jót baszhattad. Ha éjszakás voltál, baszhattad. Ha nappalos voltál, baszhattad. Tehát, hogy ha épp dolgoztál, akkor... Egy kicsit egyébként visszaköszön ez a... ez a paplacis System koncert. Tehát, amikor így... ott is nem tudom hány óra alatt. Délután már nem volt jegy rá. Tehát 10-kor elindult a ez délután már nem volt jegy rá, azt még el is maradt. Tehát, hogy... Régi szép idők, mikor én szépen, kényelmesen besétáltam a Tatabányai Ibuszjegy irodába. És akkor azt mondtad, hogy erre kérlek. Megvettem a jegyemet a 2007-es Dream Theater koncertre. Kinyomtatták, odaadták. Igen, pontosan így van. Régi szép idő. Elmutak. Főnőttünk, megöregettünk sokak szerint. Ez van. Véngecik vagyunk. Haladni kell a korra, mi haladunk. Süssünk váncos ütőpontban. Mert itt a kijárat. Ez itt abszolút, abszolút. Ez itt abszolút az én asztalom. Mert te legalább ki tudod mondani, én meg azt sem. Who is Me című zenekarról van szó. Akik visszatérnek. Legalábbis nagyon sokáig csak egy teaser Instagram, az a lényeg, hogy felrakták az Instagram oldalukat, kiírtak 6 nevet, akik közül egyébként 4 alapító és 2 aki utána, tehát a Tyler Carter nincs benne, meg valamelyik ritmus gitáros, tök mindegy. De a felészek amúgy... benne vannak és az a lényeg, nem? Így, hát meg a Michael Bone ugye, mint igen. Hörgős ő is, és... az a lényeg, hogy ugye ők 2010-ben a debütlemezzel rárukták az emo-korra, meg elektrik betákorra, vagy nem tudom mire az ajtót, egy geci jó lemezzel, aztán a Tyler Carter meg a Michael Bone ki is szállt a picsába, és megalapították ugye az Issues-t, akkor a Rise Records megfuttatta mind a kettőt, volt egy kis cicaharc, aztán az Issues ment tovább, bár arról se hallottunk már tök régóta, a Who Is Me meg 14-be vagy mikor földbe állt. Az American Dream EP az még jó volt, a Genesis lemezt azt rakjuk inkább a fiók alsó polcaira. És akkor mi szépen mondtam és finoman. Jó, hát egy Tyler Cartert nagyon nehéz utána bármit is hozni, tehát ami hasonló lenne. Na mindegy, és az a lényeg, hogy most már viszont bejelentették a visszatérő koncertet, október... Nem látom, bazd meg, hol van? 29, ott van. Ott, Texas. Október 29-ben Texasban már egy bulin fel is lépnek, úgyhogy most már nem csak tízelés meg a rajongók húzása, hanem valóság, hogy a Who Is Me visszatér. Tízelés, bazd meg, tízelés. Hát a húszolásnak az előszobája. Jézus Isten! Ugye? Bazd meg, belefér a fejembe a bőrébe, belefolytom magam, geci. Igen, ebben a hírben az a lényeg, amit itt azt hiszem, ezt én küldtem át neked. Így van. Hogy egy újabb... De úgy, hogy utána én meg se találtam. Tehát vissza kellett kerestem a beszélgetésünkbe, mert amúgy nem találtam meg amúgy a hírt. Ja, értem. Mindegy, a lényeg az, hogy gitáros cserélt a kapuknál nevezeti zenekar, J.K. Ed Gates. Jonas Stahlhammer, aki néhány éve játszik, gitározik a zenekarban, kikerült onnan, mivel egy... hogy is van? Ja igen, kirúgták, mivel az Instagramon egy felhasználó bizonyította, hogy bizonyítható, Instagramon egy rajongóját bizonyítottan online szexuális viszonyra kényszerítette. Na most ez hogy a faszba lehet? Hogy pont a faszba lehet online szexuális hogy... viszonyra kényszeríteni? Ha nem tetszik, letiltod a francba, nem? Vagy akkor hogyan? Tehát, hogy... Vedd le a bugyit, nem. Pont. És itt vége de, van. De vedd le! Oké, tiltalak, szevasz, most... Ezért megint még kell karrier gyilkolgatni. Tehát az a gond, hogy tényleg ez már... Konkrétan itt már nem... tudod sajnálni azt, akivel tényleg megestek ezek a dolgok, meg tényleg szörnyű dolgok estek meg, mert lényegében már szinte többen vannak, akik csak úgy bemondják. Igen. Mint a bemondásos ruhatár, mert ez így konkrétan röhely. Igen. Ez nem az, hogy megerőszakoltak valakit. Mert arra azt mondom, hogy húha. De most érted?
egy zenész rányomul valakire üzenetben. Hűha! Hűha! Most figyelj! Mick Jaggerrel mit kezdtél volna 73-ban, jó anyám? Az, ne, az nem csak rá, az letépülhet, de bugyit azt megbassz. Igen. Lehet, hogy az, igen. Azt kirugathattad volna a zenekarából, hogy szexuális viszonyra kényszerített online. Hát, ez, online. Mi az az online? Mi az a... Tehát, hogy itt ebben ez a poé, hogy online nem lehet valakit, hogy hogyan lehet valakit online szexuális viszonyra kényszeríteni. Meg miért hagyod? Az online el tudsz sétálni. Igen. Vagy még valami virtuális azért valóságban nyomták együtt, ami még így ugye tudjuk, hogy van. Gyerekcipőbe jár még, de tudjuk, hogy vannak ilyen virtuális valóságok, amiktől már egyébként anyák óvják a gyerekeiket, meg mit tudom én, meg a virtuális valóságok kitalálói óvják a felhasználóikat, hogy óvatosan. A TikToktól is óvják, meg az Instagramtól is. De attól óvják is, bazdmeg. Hol tartunk? Tehát az Insta nálam határeset, mert megosztod a képeidet, filterezed a rántottádat, meg a tájképeidet, oké, okay, azt mondom, jó, az Instagram, ha meg a seggedet, meg ilyenek, ha már aki érted, igen. De én mondjuk a rántottámat szoktam, de igen, valaki a picsáját. Jó, hát az én seggem nem érdekelne senkit azért, hát most... Engem is jelölnek be folyamatosan az ilyen muflócák, hogy érted, hogy ismerő, bekövetett engem, és ránézek a profilképére, már akkor a kannája van, mint a feje. És akkor így visszajelés helyett így mi a tiltás? Tehát ennyi! Le kell tiltani, aki látod, hogy kéretlen, látod, hogy erőszakoskodik, aki kéretlenül erőszakoskodik, azt le kell tiltani a faszba, nem rohanni az újságírókhoz, nyilván abban van a pénz. Ha simán csak letiltod, abban nincs pénz. 5 perc abban nem tudsz kaszálni, persze, meg nem fog sajnálni senki, ha simán csak nyomsz egy tiltást. És ez is mennyire szép, hogy 5 perc hírnévért valakinek az elmúlt 20 évét, meg a jövendő 20 évét lehúztad a WC-n. Érted? Valaki az anyját eladná 5 perc hírnévért. Én értem, megnéztem a beszélgetést a Azaria tojtojos leányával. Értem, hogy vannak ilyenek, de ezt most rakjuk zárójelbe. Most nem gondoltam semmire konkrétan, csak úgy mondtam, tehát hogy... Én se, csak hirtelen eszembe jutott. Bár mondjuk ott is igazából a barátnőjét inkább meginterjúvolnám, hogy mi engedjük ezt a témát el. Az a lényeg, hogy nem biztos, hogy gondolkodik az ilyen, aki ezt így elővezeti a médiába, de... De gondolkodik, csak egy köteg zöld hasun kívül, sem más nem jár a fejébe. Itt ez a szomorú. Igen. Egyébként... jegyezzük meg ugye a tárgyalagosság vizeire visszaevezve, igen. Hogy Stahl már utódja Patrick Jensen lett a Hauntedból. Azon kevés Haunted alapító zenész egyike, ugye az 5-ből 2 Haunted alapító zenész nem játszott az Edda Gatesben, de most már csak 4. Mert ugye a Haunted úgy alakult annó. Mi? Várjál, most a matekba elvesztél. Mert, ja, már csak egy, bocsánat. Na, igen. Már 4 Haunted zenész játszott. Mert ugye a Haunted úgy alakult annó, hogy amikor az Edda Gates a Slaughter of the Soul lemezt követően besokalt és bejelentette a feloszlását, akkor abból 3 zenész, ugye Erlandson meg a Björlelek. Björ, sos tudtam kimondani őket, nézzétek el nekem. Északi nevekkel is bajban vagyunk. Igen, szóval a testvérpár, meg az dobos Erlandson, Patrick Jensen gitárossal és Peter Dolving énekessel kiegészülve megcsinálták a Haunted nevű thrash formációt. De a lényeg az, hogy most már Patrick Jensen is játszik az Edda Gatesben. Ennyi. Olyan jó, hogy mindig van kihez nyúlni, nem? Hogy így... Na. Igen. Menjünk tovább, mert hogy... Menjünk tovább. Ezt egyébként a múltkor már majdnem beraktam, csak akkor annyi minden más volt, hogy ez így csúszott egy igen, kicsit. Igen, már a múltkor is, én is félretettem a múltkorot, és azóta is ott volt megnyitva, amíg tegnap előtt át nem küldtem neked. Jaj, de szép, gyönyörű. Jó, mondjuk nálad mindig meg van 673 oldal nyitva, úgyhogy... De most már szelektáltam egyébként, nem látod, hogy már látszak a betűk? Igen, tehát Deep Purple, Steve Morse. Out. Így van, és nem az, hogy kipontozódott, vagy valami, hanem hogy ő jelentette be ugye a kilépését, miután ugye kiderült, hogy Jenin-nek hívják igen. A feleségét, ugye 4-es stádiumú rákkal szenved, és otthon szeretne vele lenni, és nem egyszerű az életük.
ebben a szituációban, és Steve Morse hatalmas emberségről tanú bizonyságot téve, és szeretetről és odaadásról azt mondta, hogy ő inkább a felesége mellett van, és megpróbálja megkönnyíteni az életét, és segít, amiben tud. Maximálisban. S bár könnyes szemmel, de búcsút int a Deep Purple-nek. És ezzel akkor állítsuk párhuzamba Andreas Kissernek a történetét, akinek a felesége ugyancsak harcolt a rákkal, azt nem tudom, hogy csak harcolt, vagy az alatt ment el, amíg Kisser Európában turnézott, de ő a turnézást választotta. Tehát itt látjuk, hogy személyes nem mondom, hogy érdekek, de személyes preferenciák meg egyéni embere válogatja, hogy miként dolgozza föl. Így van. Az adott sztorit. Nyilván ez senkinek nem könnyű. Én egész biztosan Morse hát nem az, hogy pártján elnék, hanem azt tenném, amit ő. Én hogyha is. Ebben a helyzetben lennék, tehát itt ez nem kér kommentert. Maximális. Hiába az én bandám, ki az, aki otthon, az Einstein, aki az gitárosa is otthon maradt, 2 év turnézás után megírt egy kibaszott jó lemezt, tavaly kijött, ide fölrakjuk, ki volt éhezve, biztos arra, hogy nyomja valószínűleg élete témáit, de otthon maradt, mert a pici. És full megértem ezt is, bazd meg, ez a természetes. Ne essünk át a lótó, ez csak egy zenekar, könyörgöm. Mint a Future Palace-nek ugye a dobosa. Amikor igen. Jöttek, ő is ott igen. Maradt inkább a őt is az Ennis Okey dobosa helyettesítette a koncerten, mert otthon maradt a picivel. Teljesen korrekt. Így kell csinálni. Jó, ő mondjuk nem az egész turnét hagyta ki, csak nem, pár koncertet. Nem, pár állomást. Na, de az Einstein kézes faszom az egész turnét kivegye, hogy otthon maradt. Hát ő már több turnét is, ha jól emlékszem, mert ő már tavaly óta nincsen. Hát biztos cuki a gyerek, ezt nem bír elszakadni tőle. De egyébként. Igen, az is értető, hogy Morse egyfelől meg akarja könnyíteni azt, ami a feleségének hátra van, mert azért ez egy kibaszott durva sztori, és Jenny-n élete végéig kemoterápiára szorul majd, hogyha jól olvastam a híreket. Igen. Másrészt meg... Jóban, rosszban. Na ez. Tehát, ez hogy bazna, aki megfogadta ezt, az tartsa be. Elhiszem, hogy valakinek terápia az, hogy zenélés turnén van, de akkor annak, aki otthon szenved betegen, annak mi a terápia? Jó, figyelj, én... Nyilván nem ítélkezés, ez igen. Most egy kérdésföltevés volt, nem ítélkezés. Nem látunk bele semmibe, nincsenek a helyzetnek helyes lereagálása. Így van. De emberibb az, amit most csinált, én azt mondom. Mi egyébként a Rolling Stones nem rock csapat, vagy mi a kurva anyja? Hát én nem tudom. Jó, nem hard rock nyilván, de... Ja, igen. Na, mert aztán Bon Jovi az. Amúgy az az? Hát... A Bon Jovi glam metal, kérlek szépen. Volt valamikor egyszer talán, jó, de... mielőtt még elkezdtek volna countryt játszani, amúgy igen, igen. De egyébként igen. Úgyse fogjuk megijeszni. The wave in the ocean. És egyébként Cake by the Ocean. Egyébként az... Nem. Tudom. Igen. Egyébként az érdekes, mert ez a Trans-Siberian Orchestra bassz meg 11. keci. Úgyhogy csak télen turnéznak. A karácsony időszakban. Hagyok időt. Tehát, hogy mi a fasz. Igen, légkovácsék ekkora azért. És azt nézd meg, ezen izéltem be, hogy a 150-es lista alsó kétharmadába fér csak bele olyan, hogy Van Halen, Red Hot Chili, Ozzy, Foo Fighters, Green Day, Linkin Park. Nem, várjál, de azt is olva. De, Linkin Park, igen. Igen, igen. Tehát azért menj már a picsába, olyan zenekarok vannak az alsó kétharmad, tehát a 100-tól 150-ig terjedő... Mondjuk el azt, hogy miről van ja, szó. Ja, igen, tehát arról van szó, hogy a Polsztán... Köszi. Igen, bocsánat. Hogy a Polsztár magazin 40 éves lett, és emiatt ilyen speciális anyagokat dobálnak ki, és összegyűjtötték, hogy az elmúlt 40 évben kiadta el a legtöbb koncertjegyet a hard rock és a metal szintéren, és hát azért nagyon meglepődve nem vagyunk, szerintem, hogy Bon Jovi és
a Metallica. Nem, a Metallica és a Bon Jovi. És Bon Jovi, mert ugye a hatodik helyen Metallica, a hetedik helyen meg azért egy jó 2 millióval lemaradva Bon Jovi. Tehát és most igazából ezek csak a hard rock metal előadók, mert nyilvánvaló az, hogy az összesített listát ezt a YouTube meg a Rolling Stones vezeti, illetve a Rolling Stones és a YouTube. Így van. Ezt sem feltétlenül értem egyébként, hogy a fasztú, de mindegy. Azért attól a fasztú, hogy a Rolling Stones-t már látni kell, mert ki tudja, meddig vannak még. Ja igen, tehát nyilván... náluk ez 80 óta tart. De pont ez az, hogy kicsit olyanok lesznek, mint a Scorpions, hogy 13 éve búcsú turnén vannak, csak hát... De... Na mindegy, és... Igen. És azon szörnyűködtünk épp, hogy a 150-es listának az utolsó 50-be fér csak bele olyan nevek, mint a Foo Fighters, a Linkin Park, a Red Hot Chili. Hadd egészítsem ki. Olyan stílus és irányzat formáló zenekarok, igen, mint a Van Halen, így van. Jó, RHCP, igen. Ki van még? Ozzy Osbourne, Ozzy, Linkin Park, Scorpions. Ilyenek, érted? A Lynyrd Skynyrd. Há jó, ez... Csak hogy a Ricsinek is kedvezzünk egy kicsit, mert tudom, hogy a hatalmas rajongó. És ott a 30. helyen meg Skynyrd ott egy Kiss. És a 11. helyen meg ott egy Trans-Siberian Orchestra, úgyhogy csak karácsonykor turnéznek. Igen. Mi a ferde fasz? Hogy? Miért? Hogy? Érted? Amikor a John Oliva 1992-ben kőkeményen küzdött, hogy a Savage-ből megéljen, szerinted bazd meg gondolt arra, hogy ja, csak karácsonyi lemezeket kell csinálni. Geci a lát. Igen. Pofon egyszerű. Működik. Hát persze, de úgy működik, hogy bazd meg 90 faszon tudja hány óta vannak csak. Igen. Tehát a tárgyalt időszak első 20 évében nem is volt. Vagy 15 évében nem is volt ilyen, hogy Trans-Siberian Orchestra. És gondold el, és azóta eladtak 15.276.000 jegyet, kerekítve, bazd meg. És hagyok időt. De várjál, az a durva, hogy és egy Guns N' Roses, aki a történelem legsikeresebb visszatérő turnéját produkálta, ugye a Not In This Life számmal. Egy 44. bazd meg, de úgy, hogy 8,47 millió eladott jeggyel, amiből a... másfél milliót, vagy mennyit adtak el a visszatérő turnén. Tehát az aktív éveiben a Guns N' Roses relatíve alig adott el. Azért tegyük hozzá, hogy aktív évben volt nekik 6. Na jó, de akkor a világ a lábuk előtt hevert, hát és mindenhol teltház volt. Mondjuk azt, hogy 89-től 90-től 94-ig. Hát ja. Mondjuk azt. Igaz. És egyébként győzött a minőség, mert a Rush az 43. megelőzi a Mötley Crüe-t. Megelőzi a Gánzt. A Rush már megelőzi a Mötley Crüe-t, tehát tök mindegy egyébként, de... Akkor engedd el! Nem lényeg. 35 Iron Maiden, 36 ZZ Top, Journey 29. Def Leppard 23. AC/DC 22. Légkovácsék 13. Ja. Hát akiket kemény. Várnátok, azért azok ott vannak. De változó nekem, sorrendben, de... Nekem azért az a legdurvább tényleg. Pink Floyd csak a végén. Linkin Park csak a végén. Jó, a Pink Floyd azért sikerességben fasorban se volt. Jó, nyilván. Led Zeppelinhez képest, akik meg ugye a hát ők hogy lennének? Ja, igen. Hát 80-ban haltnak a bonzó pont én akkor. Értem, tehát, hogy őket ne keressük. Ja. Deep Purple is lecsengett már addigra bőven vastagon. Brian Adams, Pearl Jam. Ja. Jó, Pearl Jam is azért, tehát azok közül, akik az egész tárgyát időszakot Poison, végigküzdötték, ja. Azok közül, ja, Ozzy azért szépet kaptak. Au! Valami bekattam, ne? Hát, vagy ki, nem tudom még, de valami kattam. Ja. Na gyerekek, ennyi voltunk. Ennyi volt szerintem, ja. Atya úristen, megint mennyit kell ezen vágni. Na mindegy. Figyelj, bármi... Mindkettőnek jó gépe van. Igen. De kurva jól renderelni, már nagyon jó tudunk gyorsan, csak vágni még mindig kurva sokáig tart. Na, gyerekek, ennyik voltunk mára, bármit kihagytunk, bármihez hozzáfűznétek, szóljatok. Bögrét, ha rendelnétek, írjatok ránk Facebookon, Gmailen, szóljatok ránk bármelyik találkozásunkor, koncerteken, a metrón, a
vonaton, a nem tudom mi. Szóljatok! A metrónak minimális az esélye. A metróban! Metróban! Oceanban! Jaj, de rossz. Na, szóval az a lényeg, hogy tudassátok velünk, azt küldjük, nyilván... Kóban! Lesz egy kis minimális ára, csak azért, hogy meg tudjunk élni valamiből. Ja. Mert ugye sokan azt gondolják, hogy mi ebből élünk. Nem. Azért, hogy tudjunk még csináltatni, meg pólókat, meg ilyenek. Úgyhogy legközelebb jövünk. Addig is... Mi legyen? Várjál, mi? Hogy... Igen, iratkozzál, Baby Shark! Szevasztok! Annyira rossz az a dal, bazd meg, de annyira... Bazd meg. Olyan átélésre nyomják azok a faszik. Így megszületett tőle. Ennél már csak a... Régen az egyik táncszőnyekhez volt egy Pink Dinosaur című zseniális japán ilyen bucsus dal, és Dino Dino tü-tü-tü-tü-tü, Pink Little Dinosaur tufu-tufu-tufu-tufu. Ez ilyen táncszőnyeges zene, japánok, engedjétek el, de zseniális volt az a dal. Elképzeltem csak, ne! Na, szevasztok! Egészség, gyerekek! Ezt a gigantik röffenést szerintem remélem úgy sem fogod bevágni. Nem, szoktam én ilyeneket. Tényleg nem. A befögéseket pedig kivágom. Igen. Ha van az, van valami, amit én is, akkor az az. Ennyi. Az a nagyon rossz, amikor valami kurva jó poén közben van. Igen, azt nagyon nem szeretem, de hát mindig. Olyankor a poén mértéke. Befolyásé. Tehát olyankor, én azt hajlandó vagyok magam részéről beáldozni. Ja persze, de befögni, fingani mindenki szokott. Jó poénokat már kevesebben eregetnek, mi azok közé tartozunk. És még szerények is vagyunk. Meg szép. Megesett is. Faszom ki van basszulj ebbe a kurva bögrébe. Töltögetni kell. Ja nem muszáj, mert megmutattuk. Ja jó, akkor hello. Volt bögrénk is, na.